Sziasztok! Mint tudjátok, a fejlődésnek igazából három alappillére van. Az edzés, étkezés és a regenerálódás, azaz pihenés. Innentől kezdve időről időre jelentkezni fogunk konyhai praktikákkal is, hogy ezt minél színesebben és változatosabban tudjátok ti is alkalmazni. Kövessetek minket! Tehát akkor az első adásunkban kicsit tisztázzuk az alapokat is. Mire is kell figyelnünk? Elsődlegesen figyelnünk kell a fehérjebevitelre, a szénhidrátbevitelre, megfelelő rostanyagbevitelre és a vitaminokra. Ugye ezek az alap dolgok a helyes étkezésben. Nagyon sokan azt hiszitek, hogy itt hatalmas hadititkok vannak a konyhában nekünk testépítőknek, és hogy nem csirkerizsen élünk valójában. Hát, el kell keserítsek mindenkit, mert javarészt igen. Ez úgy működik, hogy először is a fehérjéket, azt a marhából, a csirkéből, a halfélékből, túróból, tojásból és a táplálékkiegészítőkből tudjuk bevinni. A szénhidrátokat azt a rizsből, a édesburgonyából és a zöldségekből tudjuk bevinni, és persze szintén táplálékkiegészítők, mint akár a mezgény 14. Első részünkben akkor én egy csirkefélét készítenék, tehát csirke mellett használok gyázmérést, brokkoli és kelbimbót. Most egy ilyen off-szezon van, tehát egy ilyen tömegnevelés előtti időszakban vagyok. Alapjában ilyenkor úgy táplálkozok, hogy ugyanúgy minden szempontból fedezzem a regenerálódást és a fejlődést, de nem kell ilyenkor teljes mértékben a szigorú, teljesen 0%-os zsírtartalomra és szénhidrát tartalomra szorítkozni, hanem kicsit alkalmazhatjuk az olyan praktikákat, amivel élhetőbbé tesszük az étkezést, tehát a csirke mellett is úgy készítem el, úgy pácoljuk elő a párommal mindig előző nap, hogy puhább legyen és fogyaszthatóbb. Ez jelen esetben most fokhagymás tejfőbe van pácolva. A húst előtte ugye vékony szeletekre fölvágtuk, só, borcs került rá, és utána fokhagymás tejfőbe raktuk. Az tegnap este bekerült a hűtőbe, és szépen megpuhult. Ugyebár azért raktuk bele a tejfőbe, hogy felpuhuljon a hús, és a kisütés során ne száradjon ki, és ne legyen ez a főrész porhatása, mert abból napi fél kilót megenni katasztrófa. Pláne hosszú távon, mert ugye itt évekről beszélünk, fejlődést illetőleg. A jázmény is az a számomra legfogyaszthatóbb. Ugye 100 g-ban olyan 70-75 g szénhidrát van. Én napi 300 és 500 g között viszek be szénhidrátot, ez éppen a felkészülési szakaszomtól függ, persze a tömegnövelés alatt, a diéta alatt sokkal kevesebbet szoktunk alkalmazni. És a rostanyag, a könnyemészhetőség a vitamin tekintetében, brokkolit és kelbimból szoktam főzni. A kolások viszont is készítem elő. Ami a diétából fennmaradt nálam, mert teljesen praktikus és számomra megfelelő, az, hogy ilyen főzősprét használok, ami 0% zsírtartalom, 0% szénhidráttartalommal rendelkezik, és ezzel érem el azt, hogy ne égjen le a roston hús sütés közben. Egyszerűen a serpenyőmet befújom, és egy ilyen majdnem teljes hőmérsékletenek sütés következik. Kicsit amíg melegszik, ennél nem kell várni, mint a marhánál, tehát itt én azt szoktam, hogy ne égjen le semmiképpen, már serpenyő felmelegítése alatt beteszem a csirkemelszeleteket. Na, ez a diéta során úgy néz ki itt nálam, hogy két serpenyő van fönt, és nagy üzemi szinten űzöm a hús kisütését, sokkal gyorsabban haladok, én minden nap frissen szoktam készíteni, minden este elkészítem a másnapi adagomat. Ilyenkor a tömegnövelés során, tehát az alapozó időszakban olyan fél kiló és egy kiló körül között mozog az én napi csirke megfogyasztásom. Amíg ez elkezd sülni, addig bekészítem a páró edényekbe a
zöldségeket. Ezt így fagyasztott állapotba. Bele a tálalóba. Semmilyen fűszert nem használok rá, mivel nagyon szeretem a kárdinó és a brokkolinak a natúr ízét. A rizst ugye nem nagyon kell bemutatnom, ezt fazékba fölhelyezem és forralással elkészítem. Ezt se szoktam sózni, mert a jázmérésnek van egy különleges, nagyon finom íze, ezért is szeretem. Abszolút nem kell ízesítenem, de mint mondtam, mivel most nem diétáról van szó, hanem csak a helyes fehérjével ételről, ezért jó voltam, mert ez a tejfölbe bepácolt, fokhagymás tejfölbe bepácolt csirke. Ez igazából az életem része, ezt napi rutinban csinálom, várom, nagyon sokat segít benne, van, hogy teljes mértékben ő csinálja, de igyekszem ezt a terhet azért megosztani vele, mert azért ez hosszú időn keresztül minden nap munka után konyhába robotolni nem olyan túl jó dolog, de hát ez hozzátartozik. Amíg ez megpárolódik, az egy olyan 15-20 perc, attól függ ki milyen keményen szereti hagyni. Szeretem egy kicsit ropogósabb zsengét, és a vitamin tartalma is sokkal jobban megmarad a zöldségeknek, hogyha nem főzzük, nem pároljuk szét. Amikor a serpenyő kellőképpen felmelegedett, mindig kicsit visszább szoktam venni. Nem szeretem, hogyha nagyon megég vagy odakap, megpirul. Szeretem, ha egy kicsit puhább marad a csirke, és nem szárítom ki teljes mértékben. Éppen, hogy ne legyen nyers, addig sütöm. Közben már erőteljesen párolódik a kelvinbó és a brokkoli. Már forra víz. Ez is percek kérdése is kész van. Igazából nem is bonyolult a másnapra való előkészület, mert párhuzamban működik minden. A rizs elvileg ilyenkor föl van téve, a hús sül, és párolódik a zöldségféle. Bedobozolom, másnap korán reggel már gond nélkül indultuk a munkába, nem kell ilyennel foglalkozni, hogy mi lesz a napi kaja. Sokszor ezzel nem is fogadom el, amikor vendégeim vagy más segíts ötletet kérő emberek megkérdezik tőlem, hogy mit kell ennie, és akkor elmondom, és azt mondják, hogy hát azt nem lehet kivitelezni. De igazából az ember előkészül, gondosan bedobozol, akármit is dolgozunk, egész napra ott lehet az a 3-4 doboz, amit föltépünk, megeszünk és túl is vagyunk rajta. Tehát nem okoz gondot az, hogy mit tegyünk, hol legyek, de hát az étteremben nem lehet ezt megrendelni a munkahelyemhez közel. Aki főzdél, de ilyet nem árulnak, úgyhogy hát ez képtelenség, hogy így legyek. Na, ezt nem fogadom el, mert itt az élő példa, hogy igenis meg lehet oldani ezeket a gondokat, lehet fejlődni. El szoktam tálalni a rizst, amit most azért nem főztem, mert elő van készítve. A párom szokott rajtam nevetni, hogy én igazából úgy étkezem, hogy nem egy tányérban, mint egy átlag ember. Ahhoz, hogy a húsadagom és a rizsadagom elférjen, az minimum 2 tányér kell. Ez a rizsadag, amit én most ide kiborítottam, ez körülbelül a 2 étkezésemre elég. És napi 4 ilyen étkezésem van, amiben ilyen főételeket eszek, 4-5 étkezés, tehát amikor hús és rizs bevitel van. Én a krumplit annyira nem szeretem, úgyhogy javarészt én rizsből adom meg a tápanyagbevitelt, a szénhidrátbevitelt. Mindig szoktam a főtt vagy párolt zöldség mellé
paradicsomot is enni. Hogy ugye a nyers zöldség is szerepet kapjon az étkezésembe. Ugyebár ennek a vitamin tartalma sokkal magasabb. Még annak ellenére is, hogy ugye a mai zöldségek sajnos elég szennyezett tártalajba fejlődnek. Na de mindentől függetlenül rostban gazdag, vitaminban gazdag, segíti az emésztést. És ugye, amikor az ember napi fél kiló húst, csirke mellett marhát megeszik, akkor nagyon fontos, hogy segítsük az emésztést, mert hosszú távon meghálálja az emésztőrendszerünk a nyomorra beleg bélbolygók. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos. Zöldség, srácok, ne hagyjátok ezt a következő képen. Szállalom, eddig kiszedek. Hús mellé. És akkor egy kis brokkoli. A maradékot azt mindig kisebb dobozokban 3-4 fel elosztom. Ez a másnapi kaja mennyiségem, és a vacsorám is mindig a frissen készültből van fedezve. Ugye egész nap, amikor a munkában vagyok, melegített ételeket eszek, de ilyenkor este, amikor hazajövök, beállok a konyhába a párommal, és egy jót főzünk, akkor na, hogy ebből akarok vacsorázni, ami frissen sült, frissen főtt, és ezt így is szoktam tenni. Így van kikalkulálva, mindig kiszámítva a napi tápanyagbevitelem. És ami a legfontosabb, hogy a vacsorám után eltelik egy fél óra, 3-4 óra, és éjszakára szoktam fehérje proteint inni, a vejkor 100 vagy a lomkor 80, az teljesen megfelelő. Mindenképpen viszek be glutamint, aminosavat és BCAA aminosavat. Ezek fedezik az éjszakai regenerálódást a táplálékegészítő arzenából, és ugye azon felül a minőségi étkezés is segítségemre van. És ami a legfontosabb, ne felejtsetek el feliratkozni a Nutrend TV csatornájára, hogy időben értesüljetek a legújabb részeinkről és praktikáinkról.